30 év távlatában is összeszorult szívvel emlékezünk azokra, akik az igazságért kiállva gyilkos golyók záporában vesztették életüket. A december 8-i salgótarjáni sortűz áldozatairól is megemlékeztek a POFOSZ Nógrád megyei szervezetének évértékelő taggyűlése során. Még 2019. december végén ült össze a helyi szervezet tagsága, hogy összegezze az elmúlt év legfontosabb eseményeit, megemlékezve a Politikai Foglyok Országos Szövetségének 30 évvel ezelőtti megalakulásáról is. Tudnatok kell, hogy alapító tagként dolgozom a POFOSZ-ban. Én első női tag voltam a megyei POFOSZ szervezetbe, 90-től gazdasági vezetőként dolgoztam, 2007-től pedig a ti jóvoltatokból elnök lettem, és azóta, mint elnök tevékenykedek. Én nagyon boldog voltam, mert olyan embereket képviselhettem, akik az életüket a szabadságért, a hazáért áldozták. Bércesi Mihályné megyei elnök elmondta, kötelességünk az emlékek megőrzése, ápolása. Éppen ezért célja, hogy 2020-ban újjáélesszen korábbi hagyományokat, rendezvényeket, eseményeket. A megyei POFOSZ minden támogatást megérdemel, hiszen méltó módon képviseli, őrzi 56 szellemiségét, mondta Skuci Nándor, a megyei közgyűlés elnöke, kiemelve október 23-a nemzeti ünnepünk jelentőségét is. A POFOSZ viszi ezt a lángot, és átadja, átörökíti a fiataloknak, az unokáinknak, a gyermekeinknek, ahogy szoktam mondani, azt, amit jelent számunkra ez a nemzeti ünnep, hogy a kommunizmus megdöntésébe az első szöget talán Magyarország, ez a kis nemzet ütötte. Zárásként a szervezet munkáját méltatta, a fiatalok megszólításának fontosságát hangsúlyozta Szabó Csaba önkormányzati képviselő. Az évértékelő ülés zárásaként a 30. jubileum alkalmából ünnepelt a megyei tagság.